Rendőrségi híreink következnek. Január 28-án 01 óra 30 perc körüli időben érkezett a rendőrség segélyhívójára egy bejelentés, miszerint Hajdúszoboszlón-Nádvari úton lévő egyik szórakozó helyen több személy bántalmazza egymást. Bejelentést követően munkatársaim nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, ahonnan négy személyt állítottak elő a Hajdúszobosz rendőrkapitányságra, egy személyt pedig a sérülései miatt a mentőkórházba szállították. Az esetet követően itt a Hajdúszoboszlón rendőrkapitányságon négy személlyel szemben indult eljárás csoportos gyalázatosság elkövetése miatt. Következményeképpen a jelenlegi adatok szerint egy személy súlyos, 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett a bántalmazás során, egy személy pedig könnyű sérüléseket. Az Európai Unió kezdeményezésére február első időszakában biztonságosabb internet napja címmel kerülnek események megrendezésre. Ennek az eseménynek az a célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az emberek tudatosabban használják az internetet, különösen a fiatalokra vonatkozóan. Mi felnőttek azért megpróbáljuk az internetet úgy kezelni, hogy a saját és személyes adatainkat biztonságosan kezeljük, az interneten hozzánk jutó információkat a helyén kezeljük, gyermekeink azonban ezzel életkori sajátosságaitnak megfelelően esetleg kevésbé gyanakodóak, esetleg jóhiszeműek, és ezeket használhatják ki olyan emberek, akik rosszat akarnak nekik, akik meg adathalászok, tehát meg akarják szerezni különböző az adataikat, illetve akár bűncselekményeket is akarnak elkövetni. Szeretném megkérni a kedves tévénézőket, hogy ezt ne felejtsék el, és ezeket akár közösen is beszéljék meg a gyermekeikkel, készítsék fel a gyerekeket arra, segítsenek abban, hogy hogyan tudják az internetet biztonságosan használni, segítsék abban, hogy felhívják arra a figyelmet, hogy azt, amit az interneten elolvasnak, azt nem kell mindig készpénznek venni, felhívni arra is a figyelmet, hogy esetleg az interneten, aki az internetet használja egy közösségi oldalon keresztül, akár állarc mögé is bújhat, tehát nem biztos, hogy azzal a személlyel beszélget, akivel ő gondolja. Ezeket említsük meg a gyerekeinknek, és maradjunk olyan viszonyban a gyerekeinkkel, hogyha ő bajba kerül, akkor tudjon hozzánk segítséget fordulni, tudjon hozzánk segítséget kérni. Mi a legrosszabb, ami történhet, hogyha egy gyerek ilyen adatokat rak fel az internetre? Hát a legrosszabb dolog nyilván az, hogyha valaki zaklatja, illetve hogyha különböző adatokat szerez meg tőle, ami nagyon jellemző, és abból már volt tragédia is történt, amikor meggondolatlanul töltött fel olyan fényképet akár saját magáról, akár másról, amely utána elindult a világhálón a saját útjára, tehát ez sem biztos, hogy mindenki tisztában van vele, hogy azt, amit egyszer feltöltünk, azt utána nagyon-nagyon nehéz leszedni, sőt, talán lehetetlen is levenni. Mit lehet tenni, hogy az ilyen adatok ki legyenek törölve? Hát gondoljuk át, hogy mit teszünk fel. A bizonyos közösségi oldalaknak van arra lehetősége, hogy a sértőbántó tartalmakat törölje a közösségi oldalakról, de nyilvánvaló azt nem lehet megakadályozni, hogy azokat az adatokat, azokat a fényképeket, fájlokat bárki letöltse, lementse saját magának, és később ezt ismét feltöltse. Az előbb a zaklatókról beszélt. Ezeket hogy lehet megtalálni, hogyha anonimok? Hát ezt nyilván csak úgy lehet megtalálni, hogyha a gyerekeinknek felhívjuk a figyelmét arra, hogyha valakivel beszélget, az tudja, hogy kivel beszélget. Ha nem tudja, hogy kivel beszélget, akkor legyen óvatos, és esetleg tájékoztasson bennünket, vagy kérjen tőlünk tanácsot, vagy segítséget, és így nem kerülhet ebbe a bajba. Hát a rendőrség is nyilván az informatikai lehetőségeikhez mérten próbáljuk ezeket az embereket azonosítani. Persze nyilván megvan erre a mód és lehetőség, hogy belőjük, azonban ez nem túl egyszerű dolog.